Szia, picúr! Hová rohansz? Sürgősen piros tojást kell vennem. Minek neked a piros tojás? Csak nem akarod kikölteni. Egyáltalán nem akarom kikölteni, és nem is nekem lesz. Hát akkor kinek lesz? Hát a locsolóknak. Értem, már a fejükhöz vágod, ha lelocsolnak. Egyáltalán nem vágom a fejükhöz, ajándékba adom. Ajándékba, mert lespriccelnek. Súroló kefe legyek, ha értem. Nem spriccelnek, hanem locsolnak. Holnap húsvét lesz, és jönnek a húsvéti locsolók, és meglocsolnak, hogy el ne hervadjak. És ezért kapnak húsvéti piros tojást, és ezért rohanok, hogy még kapjak. Érted? Mindent értek, persze, hogy értek, csak azt az egyet nem értem, hogy miért akarsz te elszáradni. Hát így áll vizet, vagy állj ki az esőre, vagy ülj a fürdőkádba. Az agyamra néz, pompom. Ezt minden gyerek tudja, hogy húsvétkor locsolnak. És ha meglocsolnak, akkor nem száradok ki. Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam. Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. No te kislány, megöntözlek. Ma van húsvét napja, viruljon a két orcád, mint a piros rózsa. Rózsavíztől megnőnek a lányok, és az én zsebemben is elférnek a piros tojások. Hát akkor hadd köszönjem meg a locsolást, meg ezt a gyönyörű köszönöm verset. Szépen. Egy piros tojása, meg két puszival, köszönöm szépen. Önöknek pedig nagyon szép napot kívánunk húsvét hétfőn a Családbarát magazinnal, szóval nekem már akadt egy locsolóm, hamarosan megérkeznek önökhöz is. Ha szerencséjük van, akkor ilyen kedvesen, kellemesen kölnivel, de lehet ezt keményebben is csinálni. No te kislány, ha még nagyobbra nősz, akkor kimész a stúdióból, de még mielőtt ez megtörténne, Attila bemutatja, hogy hogyan is zajlik az a kemény locsolás, mert hogy kemény legényről van szó. Vadrózsák adottak, szerintem arra várnak, hogy locsolás legyen. Attila. Dicsértessék! Mindörökké! Feltámadt Krisztus, jámbor keresztények, locsolni indulnak a székely legények. Szagos vizet hoztam a Jordán vizéből, melyben Jézus Krisztus megkeresztelkedett. Lícs lagy szép virágszálak, fáradtságomért egy piros tojást várok. Ha nem adnak piros tojást, sas hordja el az egész tyúkja. Szabad elocsolni? Szabad! Na, nem kell ennyire megijedni. Ez régen volt. De ma is él. Ma is él. Soha ne száradjanak a hölgyek. És Attila, ezért jár tojás valami. Ezért jár valami. Ez a legszebb. Köszönöm szépen. Puszi is jár, piros tojás is jár, Attila járt a legjobban, és természetesen Picúr, akihez hasonló apróságok, mondjuk ötödikesek, zsámbékon nagyon várták ezt a húsvétot. Mi meglestük, hogyan készülnek. Tojás?